Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. Koronamentő városegyesítő Házmán Ferenc. A vasárnapi újság nekrológiában így írt róla 1894-ben. Budán a magyarságnak volt zászlóvivője, és az 1843-44. Törvények alapján a budai tanácsteremben az ő ajkairól hangzott el az első magyar szó. Házmán Ferenc Budaújlak város részében született 1810-ben, német családban. 1833-ban frissen végzett jogászként Budaváros szolgálatába állt. Írnokból főügyész, főjegyző, majd országgyűlési követ lett. Az első felelős kormányban Szemere Bertalan belügyminiszter mellett a városi ügyek osztályának főnöke, majd államtitkár volt. Az országgyűlés 1848. április 7-i ülésén elsőként vetette fel Buda és Pest egyesítésének ötletét. A világosi fegyverletétel után külföldre menekülése közben egyike volt azoknak, akik még Magyarország területén Orsován elásták a Szent Koronát. Házmán Ferencet, mint főbűnöst, távollétében halálra ítélte, és jelképesen felakasztotta a Habsburg hatalom. A következő majd 20 esztendőt számzetésben töltötte. Amerikában részt vett a menekültek rendezvényein. 1853-ban az orosz-török háború hírére a szabadságharc újrakezdésében reménykedő magyarok nagygyűlésén ő is tagja lett annak a választmánynak, amelynek feladata a hazatérés megszervezése lett volna. Végül feleségével és két gyermekével a kiegyezés után jött haza. Házmán Ferenc lett Buda az 1873-as városegyesítés előtti utolsó polgármestere. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.